Szia! Üdv újra itt a csatornámon! A mai videómban olyan könyveket fogok neked, nektek mutatni, ami meghatározó volt az én életemben, illetve hogy eléggé előre lendítette azt, hogy ilyen könyvmoly lettem, és ennyit olvasok. Úgyhogy azt gondoltam, hogy meg fogom mutatni ezeket a könyveket. Korszakból származnak, amikor még, hát úgymond gyerekcipőbe járt az internet, 10 éves voltam, és nem volt még ennyi hely utána nézni, nem volt például még a moly.hu, és így 600 milliószor újraolvastam akár azt a regényt, ami nekem nagyon tetszett, és ezért ők most bekerültek ebbe a meghatározó könyvek csarnokába. Lássuk akkor, hogy mik vannak a listámon. Nem a tipikussal kezdem, nem. Neveletlen hercegnő. Ugye a korábbi videómban már beszámoltam arról, hogy milyen különleges vagy érdekes módon került hozzám ez a könyv. Nos, nekem a Neveletlen hercegnő sorozat nagyon-nagyon meghatározó az életemben, mert kirángatott egy ilyen kamaszkori depresszív állapotból, nagyon sokat nevettem rajta, megkebött lett az egyik kedvenc írónőm, nagyon szeretem a humorát, a karakterábrázolását, azt, ahogyan megteremti azt a milliót, amiben a szereplői mozognak, és Mia Thermopolis igazi hősnő, egy igazi New Yorki hercegnő, és azóta vágyom New Yorkba, hogy olvastam ezt a sorozatot, és én is akarok vegaburgert tenni, és elmenni a Rocky Horror Picture Show-ra, stb. Szóval, nekem ez egy nagyon meghatározó könyv volt. Aki még nem olvasta, a filmnek kb. Semmi köze, mert San Francisco-ba játszódik New York helyett, de érdemes egy próbát tenni vele, mert nagyon szerethető, nagyon érdekes karakterek vannak, mindig tud újat mutatni, nem éreztem különösebb megfáradást, ahogy mentünk előre, ugye 10 része van, plusz a 11., ami egy pár évvel ezelőtt jelent meg, tehát érdemes próbát tenni, és még nekem ezzel a cicerós borítóval van meg, tök jó könyvek sorozatban, iszonyú jó pofa az illusztráció mindegyik regény elején, úgyhogy nekem a Neveletlen hercegnő az egy igazi nyári olvasmány, de bármikor elő tudom venni, télen, ősszel, tavasszal, ha beteg vagyok, ha kicsit elmenekülnék, és nem a Roxfordba, akkor biztos, hogy ezt választom, és már nagyon érik egy újraolvasás, mert tök jó lenne egy másik videóban csak erről csacsogni és kiemelni az összes szuper dolgot, amit szeretek benne, szóval Neveletlen hercegnő az egyik. Aztán csak, hogy ne kelljen sokáig várnotok, Harry Potter, erről is beszéltem már korábban, meg nagyon sok posztomban írtam róla, hogy hogyan találkoztam a könyvvel, itt ebben a videóban meg is tudod hallgatni, és főszöveg alapján vettem meg, és abszolút szerelem azóta is. Nagyon szeretem Rowling írás módját. Olvastam az Átmeneti üresedést is, a Cormoran Strike sorozatot is, bár azt még nem fejeztem be, így másfél könyvvel le vagyok maradva, de nekem nem csak ezt a varázsvilágot hozta el ez a könyv, illetve menekülő útvonalat az élet viharosabb részeiből, hanem az egyik kedvenc írónőmet, akinek oda-vissza lehet tanulmányozni a stílusát, mert nagyon-nagyon-nagyon jól ábrázol karaktereket, jól épít világokat, és szerintem az E/3 írásmód koronázatlan királynője. Nem hiszem, hogy sokatoknak be kell mutatni a Harry Pottert. Aki még nem olvasta, mindegy, hogy kicsi vagy, vagy nagy, vagy idősebb, vagy lehet, hogy már a nyugdíjas éveidet taposod, nem maradhat ki az életedből. Az anyukám szerintem ilyen 60 éves kora körül ismerkedett meg Harryvel, nagyon tetszett neki Kern András olvasatában a hangos könyv, teljesen ráfüggött, szóval én azt mondom, hogy ez a regény kortalan, és bárkinek meghatározóvá válhat bármikor az életében.
Aztán evezzünk egy kicsit más vizekre, kicsit komolyabb vizekre. Előfordult, hogy így elkezdtem őgyelegni, anyukám még polca körül, ott mik vannak, a világirodalom remekein kívül, és beleakadtam ebbe a könyvbe Eric Knight-tól a Légy hű magadhoz. Iszonyú sok éve eltelt, mire rájöttem, hogy a Leszi hazatér című regényt is ő írta. Fogalmam nem volt arról, ki ez az Eric Knight, levettem a polcról, nézzétek ilyen nagyon kis retro, 80-as évekes borító, de lehet, hogy sokkal korábban adták ki. Sorry, 1971-es kiadás, és ilyen kis egyszerű kék a belseje. De hogy én ezt így lekaptam a polcról, és nagyon beszippantott, nagyon-nagyon-nagyon beszippantott, többször is olvastam. Ez a regény a II. Világháború idején játszódik, és az egyik központi szál az egy szerelmi történet, de nem ilyen nyálas, romantikus, jaj, meglátlak, megszeretlek, hanem szerintem annál egy kicsit reálisabb, életszagúbb az egész, és a nő is, tehát ugye ebben az időszakban van, hogy már a nőket is katonai szolgálatba becsatornázták, ők is kaptak feladatokat, és a hősnőnk is belekeveredik tulajdonképpen a háborúban, és hát nyilván van a férfi, akivel tényleg nem ilyen tehát nem ilyen romantikus vatta cukormódon indul a kapcsolatuk. Most így abszolút emlékeimre kell hagyatkoznom, mert lehet, hogy már 8 éve is van, hogy utoljára olvastam, vagy 10. Szóval mindenképpen szeretném majd ezt is újraolvasni. És képzeljétek el, hogy a kedvenc nagynéném, aki az én egyik könyves mecénásom, ő nem tudta, hogy én ennyire oda voltam Eric Knightért, és képzeljétek el, kedvenc nagynénémtől megkaptam ilyen szép új borítóval. Én nagyon ajánlom, mert csupa-csupa ilyen pozitív emlékem van róla. Ez tényleg egy nagyon szép, kisé drámai történet, úgyhogy ha még nem olvastátok, én melegen ajánlom. A következő mérföldkönyv az életemben, én 17-18 éves korom körül szerintem nagyon rá voltam kattanva az ilyen történelmi regényekre, és imádtam Robin Maxwellt, szerintem az összes kötete megvan, most az utóbbi években kicsit elvesztettem a fonalat, hogy írt-e újat. Szóval nagyon szerettem az olyan regényeket, amiben erős hősnők vannak, akik azt mondják, hogy már pedig megvalósítom önmagamat, és végigmegyek azon az úton, amit akarok, és semmi se jobb ennél, mint hogyha valós történelmi személyekről mintáznak meg ilyen regény hősnőket, és első körben Robin Maxwelltől én a Fattyút olvastam, ami ugye első Erzsébet királynőről szól, és a szerző nagyon-nagyon sokat kutatta a Tudor korszakot. Tehát 8. Henrik, Boleyn Anna, meg úgy az egész mindenséget, és ez a könyve került először a kezembe, nagyon sokat kutatott levéltárakban, mindenféle dolognak utána nézett, és egy ilyen hézagot töltött ki, hogy mi van akkor, hogyha első Erzsébetnek mégis született egy fia, akit eltitkoltak, és ugye a főlovász mesterétől, a Robintól, akiben nagyon szerelmes volt, mindannyian tudjuk, hogy első Erzsébet soha nem ment férhez, úgy vonult be a történelembe, mint a szűz királynő, de azért ebbe a regénybe hát szembesülhetünk azzal, hogy ez csak legenda, mert hogy nem volt szűziesen áratatlan, aki elolvassa, majd megtudja. Szóval nagyon érdekes volt, hogy kitöltötték ezt a hézagot, hogy mi van, hogyha volt egy fia, és a levéltárakban talált is olyan utalásokat, hogy tényleg felbukkant egy ilyen Arthur, azt hiszem Arthur Dudley nevű fiatalember, szóval ki tudja, az is lehet, hogy volt szerelmük gyümölcse egy eltitkolt fiú, de hogy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon érdekes Erzsébet is egy nagyon-nagyon-nagyon erős női karakter,
És hogyha már elolvastam a fattyút, akkor nyilván utána néztem, hogy miket írt még, és nagyon nagy kedvencem Bolein Anna titkos naplója, tehát nekem Elizabeth és Anna a kedvenc történelmi hőseim között vannak. Maxwell egy egészen más portrét fest Bolein Annáról, tehát azért róla elterjedt, hogy szajha volt, koncepciós perbe fogta ugye Henry, ahol azért ott erősen megkeverték az állóvizet az udvarban, intrika pincétől a padlásig, de hogy nekem nagyon tetszik, hogy Maxwell ilyen fényben mutatja meg Annát és az ő történetét, és a Tudorok sorozatot is nagyon-nagyon szeretem, de csak addig néztem, amíg Bolein Anna benne volt, mert Natalie Dormer zseniálisat alakít, legjobb Bolein Anna ever, és én gyakran aztán őt képzeltem későbbi újraolvasásaim során Anna szerepébe, miközben olvastam a regényt. Szóval, hogy Bolein Anna egy nagyon művelt, okos nő volt, előbbre látott dolgokat, tehát ugye a felvilágosodás irányába igyekezett Henriket tolni, olyan értelemben, hogy nyitogassa az elméjét. Nagy szerepe volt az anglikán egyház megalapításában, nem csak azért, hogy elvehesse őt a Henrik, aztán végre megdönthesse, hanem tényleg tevékenyen részt vállalt abba, hogy leleplezze a katolikus egyháznak a visszásságait, és a könyv alapján tényleg nem volt szexuális kapcsolatuk, mert hogy a tényleges szexet illetően egészen az esküvőjük napjáig, az azt megelőző estéig, szóval nekem nagyon-nagyon nagyot nőtt Anna a szemembe, és az egyik ilyen erős női példaképem volt, és most is az, és amikor voltam Londonban, és elmentünk a Towerbe, és ott nem ott végezték ki, ahol mindenki más, hanem a Kisdombon, és van egy emléktábla, hát engem ott rendesen kirázott a hideg, és majdnem sírva fakadtam, mert tényleg nagyon-nagyon megkedveltem őt. És Maxwellnek van még, tehát más kötetei is vannak, a Bolein kisasszonyban Anna fiatal koráról ír, a Szűz című kötetben pedig Elizabethnek a gyerekkora, fiatalkora kerül így a látcsőbe. Aztán még van neki, ami korábbi, egy kicsit, mint ez a korszak, amiben Anna és Elizabeth mozog, ott meg azt hiszem, hogy egy eltűnt gyerekekről szól, és van neki egy ilyen Ó, Júliám, az meg Da Vinci korszakában játszódik Olaszországban, szóval érdemes csekkolni Maxwellt, mert nagyon-nagyon elmésen és ügyesen tölti ki a fantáziájával a hézagokat a történelembe, és tényleg Elizabeth és Anna mindenkinek követendő példa, ha úgy tetszik, ők ilyen történelmi influencerek, és az ő tartásukból, kiállásukból, hogy az elveikhez ragaszkodnak, és nem köpi szembe magát a tükörben, szóval nagyon fontos példaképpé válhatnak mindannyiunk számára. Úgyhogy én nagyon szeretem Robin Maxwellt, csekkoljátok, szerintem zseniális. És hogyha már ilyen történelmi regényeknél, történelmi romantikus regényeknél tartunk, és női figuráknál, akkor most bemutatom nektek az én abszolút kedvencemet. Rengetegszer olvastam, főleg az első két kötetet, nagyon-nagyon tudtam azonosulni ezzel a nővel. Nagyon sok nehéz időszakon átsegített, amikor egyetemre kerültem, elveszettnek éreztem magam, akkor fölcsaptam, elkezdtem olvasni előről. Ez egy naplóregény. Sandra Gulland trilógiája, aminek az első kötete a Napóleon menyasszonya, a második a Napóleon felesége, és a harmadik pedig az Adieu Bonaparte. Ezt kevesebbszer olvastam, mint az első kettőt, olyan vagyok, mint egy gyerek, mindig reménykedem abba, hogy más lesz a vége, hogyha majd 15-ödjére olvasom, de hát sajnos nem, mert a történelmet nem lehet megmásítani. De hogy én annyira bele voltam
szerelmesedve ebbe a regény folyamban, hogy én még verset is írtam, lehet, hogy majd beteszem a descriptionbe, és elolvashatjátok, tehát engem nagyon-nagyon megérített. De miről is szól ez a regény? Rose Beauharnais, nem vagyok franciás, úgyhogy aki tudja, hogy hogy kell kiejteni, akkor leírhatja, vagy elküldheti nekem instán hangüzenetben, én így mondom, hogy Rose Beauharnais, aki Martinikon született egy szigeten, Franciaország mellett, és aztán ugye férhez adják egy Alexander Beauharnais nevű nemeshez. Nem indult túl jól a házasságuk, nem is annyira jó a kapcsolatuk, két gyereke születik tőle, aztán ugye haladunk előre a történelemben, jön a francia forradalom, ugye az uralkodók Marie Antoinette és a férje börtönbe kerülnek, Robespierre rémuralma, Rose is börtönbe kerül, és hát nem nagy spoiler, de megváltozik az élete, végül is elveszíti a férjét. Tehát ahogy ezekben a körökben mozog, Rose szerény, abszolút nem az a gőgös, nemesi sar. Ha jól emlékszem, nem is egészen született nemesi családba, vagy legalábbis nem olyan színvonalon voltak, mint mondjuk a francia arisztokrácia, de hogy nagyon jó kapcsolatokat épít ki, mert nagyon sokan megszeretik őt a magasabb körökben azért, amilyen az ő maga természetességében, és akkor itt jön ez a kis korszikai Bonaparte Napóleon, aki egy nagyon feltörekvő katona, és lesznek pártfogoltjai, és a pártfogoltjai úgy gondolják, hogy nem lenne rossz dolog, hogyha Rose lenne az ő párja, társa, mégiscsak egy nemesi hölgy, és az előbbre vinni az ő politikai karrierjét is. Hát Napóleon körülbelül szerintem első látásra beleszeret, és nem hívja Rose-nak, hanem Josephine-nek hívja, mindig Josephine-nek hívja, és akkor így szólítja, és úgy tartja, hogy Josephine az ő szerencse csillaga, és amíg csatába vonul, vagy bármilyen fontos életesemény történik, és ad neki egy csokot, akkor semmi gond nem történhet, és én imádtam az ő kapcsolatukat. Tényleg, Napóleon fiatalabb volt nála, nem is tudom hány évvel, szerintem egy 6 évvel biztos, de lehet, hogy több. És imádta ezt a nőt, komolyan minden nőnek kijárna egy ilyen szerelem, hogy így istenítse őt egy férfi, és szép lassan Rose-nak a szívét is meghódítja ez a kis ember, aki semmit nem végez félgőzzel, sem az alvás, sem a szerelmet, semmit. És nyilván a második kötetben csúcsosodik ki sokkal jobban Napóleon és az ő kapcsolata, hiszen itt már a felesége, de én a mellékszereplőket is nagyon bírtam. Désirée nénikét, Bárát, Thérèse, Rose legjobb barátnője, aki szintén az egyik jó barátjával lép házasságra, aztán, hogy sikerül, vagy nem az a házasság, az majd kiderül, de hogy iszonyúan jó, és közben látjátok, hogy mi történik Franciaországban, hogy alakul a történelem, vagy az, hogy Napóleon, amikor lecsúszik, és aztán ismét felkapaszkodik, de hogy én a 3-as könyvön mindig sírok a vége fele, mert annyira nehéz feldolgoznom, ami történik benne, de mégis ez egy nagyon-nagyon szuper történet, szóval ha csak egy történelmi romantikus regény folyamot olvasol el, akkor viszont Sandra Gulland trilógiája legyen ez, és egyébként ő írt még azt hiszem, hogy 14. Lajosról Napkirály szeretője címmel, abban pedig az a hölgy van a középpontban, aki ugye 14. Lajosnak volt az ágyasa és élete legnagyobb szerelme, tehát Gulland is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól ír, és így visszaszippant azokba az időkbe, amikor még ilyen dolgok megestek. Úgyhogy én legmelegebb szeretetemmel ajánlom, hogy olvassátok el. Úgy tűnik, hogy kamaszkorban, amikor az ember keresi a helyét a világban, meg az azonosítási pontokat, akkor néha lehet, hogy picit egy kaptafára olvas. Úgy tűnik, hogy én rá voltam kattanva az erős
női karakterekre. Hát anyukám is az volt, az biztos, de úgy tűnik a regényekben is ilyen szereplőkkel szerettem találkozni, mert hát hatalmas, orbitális nagy kedvencem az Elfújta a szél, és anyukámnak is köze van hozzá, hogy én ezt imádom, mert emlékszem, hogy gyerekkoromban megnéztük ezt a filmet. Akkoriban semmire nem emlékszem, csak így megvan, hogy megjelenik a tévéképernyőn, és anya megengedi, hogy nézem, tehát biztos, hogy hétvége volt, vagy valami. És a folytatásból, ugye abból is készült film, azt már nem Margaret Mitchell jegyzi a Scarlett című regényt, de abból meg egy több részes sorozat készült. Ha jól emlékszem, olyan 17 éves korom körül olvastam el, akkor levettem anyukámnak a polcáról, nézzétek, nekünk még ilyen kétkötetes, fogyasztható méretben és változatban van meg. Én nagyon szeretem, olyan kis egyszerű a borítója, de tudom, most már sokkal szebb küllemben is megjelent. Szóval így lekaptam anya polcáról, hát akkoriban olvastam ezt, Büszkeség és balítéletet, Üvöltőszeleket, nagy sziszimániám volt, úgyhogy nyilván Scarlett O'Hara sem hiányozhatott az én repertoáromból, és nekem nagyon-nagyon a nyárhoz kötődik ez az olvasmány, mert nyár volt, meleg volt, és a mai napig bennem van, hogy ülök az ágy tetején, jön be a kellemes szellő az udvarról, a patakparttól, friss faparketta illat van, mert akkoriban készült el a szobám, és végre felköltözhettem az emeletre, és begubozhattam jó kamaszhoz méltóan, mikor senkit nem akartam látni, csak olvasni egész nap a nyári szünetben, legnagyobb csilla világon, és akkoriban voltam nagyon ráva a Within Temptation zenéjére, úgyhogy ilyen küszöb alatti hangszínen ment a hifiből az egyik albumuk, úgyhogy örökre összefonódott bizonyos jelenetekkel néhány zeneszámuk, és olvastam az Elfújta a szelet. Scarlett O'Hara egy olyan hősnő, aki valóban megelőzte a korát. Nem az a tipikus nemes kisasszony, még a szeme se áll jól, nagyon temperamentumos, makacs, erős akaratú, olyan igazi írvér van benne, hiszen az édesapja ír volt, és az édesanyja volt, úgymond amerikai, déli lány, de hogy Scarlett az édesapjának a tűzről pattan természetét örökölte, édesanyjától a szépségét, de hát a finomságot és a kellemet azt nem. Mondja is rá egy bizonyos ponton a történetben a dajkája Mami, hogy Scarlett kisasszony maga összvér rószerszámmal, és ez nagyot üt ez a mondat, amikor ezt ő megkapja. Na de hogy meghaladta a korát, hiszen nagyon sok dologban másképp gondolkodott, kerül olyan élethelyzetekbe, amikor két férfi helyett is dolgozik, ugye egyik házasságból sodródik a másikba, miközben reménytelenül szerelmes a pipogya Ashley Wilkes-be, amit én akkor sem értettem, hogy miért, de hát az erős nők néha ilyen gyenge férfiakat szemelnek ki maguknak. És hát, ami még nagy vonzó erő ebben a könyvben, hogy ott van Rhett Butler. Rhett Butler semmilyen kategóriában nem lehet besorolni. Nem úriember, mégis nagyon sok esetben úriemberebb az úriembereknél. Hihetetlen figura, imádom a humorát, imádom a szemet csillogását, hogy olyan, szerintem olyan, mint Scarlett, csak férfiban. Ha jól emlékszem, 16 év a korkülönbség köztük, és ő azonnal átlát Scarletten, és meglátja benne azt, hogy ő milyen az ő igazi lénye, és ő az egyetlen ember szerintem az egész regény folyamban, aki annak látja Scarlettet, ami se többnek, se kevesebbnek, és így szereti, és így fogadja el, és nagyon érdekes az ő történetüket végigkövetni, és nyilván nem véletlenül írtak hozzá folytatást, én sem teljesen tudtam megnyugodni ennek a regénynek a végével, nagyon kreatív végkifejletet írt az írónő, úgyhogy én elolvastam a folytatást is, szerintem nem rossz, de azért az Elfújta a szél az igazi,
és minden valamire való könyvmolynak egyszer olvasnia kell ezt a történetet. Sokat megtudhatok az amerikai polgárháborúról, hogy hogyan zajlott, hogy mit éltek meg, akik részt vettek benne, mit éltek meg a családok, hogyan kellett újrakezdeni az életüket sokaknak a nulláról, Scarlettek is, tehát hogyha éppen megfeneklettél, és tökre nem tudod, hogy mit kezdj az életeddel, éppen újrakezdesz, elváltál, munkahelyet váltottál, más vidékre költöztél, valamilyen traumádon dolgozol, Scarlettől biztos, hogy fogsz erőt meríteni, mert amiken ezen a nő keresztül ment, és épésszel kijött mindegyikből, az tényleg tanítani kellene. Úgyhogy elfújta a szél. Én csak tényleg ajánlani tudom, olvasd el, megéri, nagyon-nagyon-nagyon megéri. Van ám itt még, ahonnan ez jött. Korábbi videómban már beszéltem arról, hogy Jane Austennal én hogy kerültem kapcsolatba, egyik kedvenc könyves anekdotám, és el is meséltem. Büszkeség és balítélet nagyon meghatározó könyv volt az életemben, nagyon szeretem ezt a sztorit, szerintem a legjobban megírt Austen regény, a humorát is szeretem, és Elizabeth Bennet csúcs. Tehát én nagyon szeretem, ő másképp erős, mint Scarlett, vagy Boleyn Anna, vagy Josephine. Elizabeth Bennetben megvan a spiritus. Ha valaki látta a Holiday című filmet, akkor abban van egy olyan rész, amikor az egyik öreg ember karakter arról beszél, hogy meg kell találnunk a spirituszt. Na hát Elizabeth Bennet, ő megtalálta a spirituszt, és egyáltalán nem úgy élte az életét, mint valami legjobb barátnő karakter egy filmben, hanem ő tényleg egy igazi főszereplő, saját szerencséjének a kovácsa, ami ebben az időben, amikor egy nőből kb. Csak annyit néztek ki, hogy oké, menjél férjhez, szüljél gyereket, minél több pénze legyen a pasinak, nem baj, ha buta, mint a föld, de legyen gazdag, ennyi ezer fontja, meg ilyen birtoka. Ő azt tudta mondani, hogy nem, pedig nem volt egy egyszerű helyzetben, nagyon szorult helyzetben vannak, mivel csak lányok, vannak, tehát csak lánytestvéreik vannak, nincsen fiú örökös, szóval mindenképpen jól kellene házasodniuk az összes lánynak, de legalább valamennyinek, hogy tudjanak segíteni a többieknek, ha az ő életük mégse jön be, illetve hát ugye a birtokot is más fogja megörökölni egy rokon. És Elizabeth mégis azt tudja mondani, hogy bullshit, nem fogok szerelem nélkül férhez menni, de bármit kitűzhetett volna maga elé, nem csak azt, hogy szerelmi házasságot akar kötni, ő tuti megvalósítja. Nagyon jól ellenpontozza az ő jellemét a kis finom lelkű, bölcs, hallgatag nővére Jane. De hát aki még zseniális karakter, az az anyjuk, Mrs. Bennet. Tehát egyetemen, amikor volt egy ilyen közismereti tárgyunk, hogy angol gentleman a viktoriánus korba, akkor mi belevittünk egy kis pszichológiát a tantárgyi követelmények teljesítésébe, és kielemeztük tranzakcióanalízis szempontjából, ugye Eric Berne ír az emberi játszmákról, illetve a különféle kommunikációs szintekről és stílusokról. Hát Mrs. Bennet az kiváló táptalaja az emberi játszmák tanulmányozásának, rengeteg jelenet van a BBC által leforgatott 6 részes filmsorozatban Colin Firth és Jennifer Ely főszereplésével, amiből lehet tanulmányozni, de hát a könyvben is el tudjátok olvasni, hogy az aztán nem semmi az a nő. A komikum legtöbb forrása a regényben, bár néha nagyon cringe, amiket művel, de nélküle azért nem lenne ugyanaz a sztori. Szóval, ha még kell inspiráció a feminizmushoz, vagy az életedhez, akkor olvasd el a Büszkeség és balítéletet, és ne csak azért, mert Mr. Darcy a világirodalom legjóképűbb pasia és a legnagyobb gentleman a virágon, ne csak ezért olvasd el, hanem nézd meg benne a nőket, Elizabeth-et, Jane-t, különféle karaktereket, Mrs. Bennet milyen, Charlotte milyen, Lydia milyen álmokfutást rendez, tehát
Nagyon prima emberismerettel írta Jane Austen ezt a regényt, és építette fel a karaktereket, és a mai napig megállja a helyét. Mert lehet, hogy nem viktoriánus szalonokban teázgatunk meg, bálokon rebegtetjük a szempillánkat az ellenkező nemre, de azok a dinamikák és viszonyulások, amiket ő megírt, azok időtlenek. Mindegy, hogy házi kabátban nyomulsz, felöltőben vagy crop topban. Ezek a történetek a mai napig élnek, és igazak. Úgyhogy olvassatok Jane Austent, Büszkeség és balit életet, és ha jót akartok magatoknak, akkor a BBC sorozatot fogjátok megnézni, mert az az etalon. Nézzétek, olvassátok! Hát ezek voltak a nagyon-nagyon-nagyon meghatározó könyvek az életemben, mielőtt könyvmoly lettem, mielőtt elkezdtem blogot írni, vagy aktívabban foglalkozni ezzel az egész könyves világgal. Onnantól, hogy elkezdtem írni a saját blogomat 2011-ben, decemberben, kicsit megváltoztak az olvasási szokásaim, beszippantott ez, hogy úristen, mennyi könyv van a világon, és milyen kevés időnk van elolvasni, és nagyon leszoktam az újraolvasásról. Persze, az embert elvarázsolja, hogy recenziót kap, és akkor ezt is, azt is, rengeteg friss megjelenés, jó, és akkor azt érzed, hogy eddig vagyok, mint a Família Kft-ben Esztergályos Cecília. De ennek a varázsa is elmúlt egyszer, és most már így abszolút arra próbálok figyelni, hogy a kis lelkemnek mire van szüksége, és vagy a könyvek találnak rám, vagy én találom meg őket, de azt gondolom, mindenkinek van egy ilyen gyökérkönyvtára, hogy honnan indult, mi volt az ő útján nagyon-nagyon meghatározó könyv, és nem feltétlenül ezek a kedvenc könyveid, mert lehet, hogy évek óta már nem nyúltál hozzájuk, vagy meghaladtad őket, megfejlődted őket, de nagyon érdekelne, hogy a tied mi volt. Egy volt, kettő volt, sok volt. Írd meg nekem kommentben. Ha éppen videózni támad kedved, akkor forgasol a videót, teggelj be, vagy mutasd meg. Írd meg nekem Instagramon, vagy küldj egy bagyot, egy rivallót, bármit, csak beszélgessünk. Mondjátok el ti, hogy nektek mik a meghatározó könyvek az életetekben, mik a mérföldkönyvek a te életedben, és hozd meg velem és másokkal, hiszen beszélgetni jó, olvasni meg még jobb. Adjö, drágáim, találkozunk a következő videóban.